Hát egy kis baráti összejövetelre hívtál engem, aztán reggel meglepődtem, mikor kijöttem, hogy hát nagyon komoly előkészületek előzték meg ezt a mai napot, és aztán kiderült, hogy ez az első kiskörös kupa meghívásos munkakutya verseny. Egy kicsit mesélj a létrejöttéről, légy szíves. Igen, hát eredetileg úgy készültünk ezzel, hogy a két kutyaiskola nagyon jó barátságban van, és a mieink is készülnek őszre egy nemzetközi munkakutyavizsgára, és ők is, ők egy kicsit később fognak vizsgázni, és hát azt beszéltük meg végül is, hogy a Józsi, mivel nagyon nagy tudással rendelkezik, gyakorlatilag eljön és lebírálja a mi kutyáinknak a munkáját. Aztán miután elmondtam neki, hogy gyakorlatilag ez egy kis érettségének szánom az enyémeknek, olyan kedvet kapott hozzá, hogy ő is egy pár emberét elhozná, aztán az a pár ember egyre több lett, a végén aztán ilyen 15 és 11 arányban mind a két kutyaiskolából egy ilyen versenyszerűségre jöttünk össze. Gyakorlatilag mind a két kutyaiskolából olyanok is vannak itt, akik majd később fognak vizsgázni, de szerették volna végignézni, hogy ez hogy működik. És hát, hogy ha már a két kutyaiskola összejön, akkor adtunk neki egy nevet, hogy az első kiskörös kupa, és hát reményeink szerint lehet, hogy majd minden évben meg fogjuk ezt tartani, kimondottan szakmai meghívásra, és a mind a két kutyaiskola, vagy akár több kutyaiskolának is a fejlődésére. Délelőttön túl vagyunk, tulajdonképpen az első szakaszán a mai napnak. Milyen volt, hogyan lehet értékelni, akár a gazdik munkáját, akár a kutyusok munkáját, akár a körülményeket? Hát számomra nagyon izgalmas volt az egész délelőtt, és nagyon örülök, hogy Szent György Alajos barátom meghívott. Igazából mi testvériskola vagyunk, már ismerjük egymást 20 éve, és pontosan arra törekednénk, hogy a hobbi kutyásokat úgy felkarolni, hogy egy kis célt adni nekik. Hogy egy kutya nem csak úgy tud ügyes lenni, hogy visszajön, nem rángat az utcán, pórázon, hanem ennél sokkal többre képesek. És mi ezért dolgozunk nap, mint nap. És egyébként nekem nagyon izgalmas volt, mert rengeteg fajta képviseltette magát, és itt meg is mutattuk, hogy tényleg csak és kizárólag munka kérdés, hogy melyik kutya lesz fegyelmezett és ügyes. Mit kell tudni most erről a pályáról, amit őnekik teljesíteni kellett, vagy erről a feladatsorról? Ez egy teljesen hivatalosan nemzetközi engedelmes vizsganyag volt, ugyan maga a vizsga az nem volt hivatalos, tehát ez egy házi vizsga volt, viszont ugyanazt csináltuk, amit majd élesbe fognak szeptember végén, és ott, ha megszerzik a megfelelő minősítést ezekkel a munkákkal, akinek ugye azért megvolt a vizsgaszint, akkor onnantól kezdve egy nemzetközi engedelmes vizsgával fog rendelkezni. Mi kell ahhoz, hogy ezt az engedelmes vizsgát megkapja? Tehát melyek azok a legfontosabb pontok, amire mondjuk most itt éppen a bírálónak figyelni kellett? Elsősorban a bíró azt nézi, hogy a kutya és a gazdi kapcsolat milyen. Harmonikusnak kell lenni, kiegyensúlyozottnak, motiváltnak, és fontos, hogy mind a két fél élvezze ezt a munkát, és hogyha így fel van építve az összes gyakorlat, akkor igazából ez egy nagyon-nagyon hatalmas élmény és egy nagyon jó érzés, és folyamatos ez 10 éves korig a kutyánál kitart. Hát fontos, hogy a kutya láb mellett menjen pórázon, póráz nélkül, szabadon követésbe. Ez mellett egyébként ugye ültetés, helyben maradás, fektetés, behívás, lábhoz kerülés, tehát olyan dolgok, ami egyébként a hétköznapi életben sok helyen hasznos, és ezeket kell megtanulnia. Ez egyébként azt gondolom, hogy egy hobbi kutyás gazdinak akár évek is lehet. Itt több mindenkinek ez 1-2 volt, akinek 3-4 év munka volt, de megéri.